Jó reggelt kívánok azoknak, akik csak most kapcsolták be a tévét. Ez már a Start Plus, az első témánk pedig, hogy negyedszerre rendezik meg a Budapesti Zsidó Filmfesztivál, mégpedig nem csak filmekkel. Fritz Zsuzsa igazgató mesél arról, hogy mi minden vár az érdeklődőkre holnaptól a Művészmoziban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először is mennyi olyan film, amit lehetett vagy nem lehetett látni már Magyarországon mozikban korábban? A nagy része olyan film, amit nem lehetett látni Magyarországon, ez is része a koncepciónknak. Évről évre olyan filmeket igyekszünk hozni, amik egyrészt frissek, másrészt tényleg nem találkozhatott velük a magyar néző a mozikban, hogy olyan termést hozzunk, ami friss, izgalmas, új, és akarják látni az emberek. Ugye izraeli filmnapok is szoktak lenni Budapesten, itt igen. Viszont a Zsidó Filmfesztiválon kifejezetten nem izraeli filmek vannak, sőt abból van elég kevés. Hogy válogatnak? Megnézzük, nagyon sok ilyen zsidó filmfesztivál van a világon, különböző közösségek megrendezik, az egyik legnagyobb például az angol, és körbenézünk, hogy milyen olyan filmek voltak, amik ezeken a fesztiválokon mentek, és ezek nagy részt ezekből válogatunk, jelentkeznek is filmkészítők most már, negyedszer elértük azt, hogy van, aki kifejezetten ír és szeretné bemutatni a fesztiválunkon a filmjét, és az is szempont, hogy minél sokszínűbb legyen, tehát hogy sokféle országból jöjjön, hogy sokféle módon mutassa be a mai modern kortárs zsidó élet dilemmáit, kérdéseit, az identitás kérdéseket. Hogy választják a nyitófilmet? A nyitófilmet úgy választja, hát igazából zsigerre. Tehát az, ami úgy érezzük, hogy talán van annyira izgalmas, újszerű, hogy felvet olyan kérdéseket, hogy az jó lesz nyitófilmnek, hogy azt majd sokan akarják látni, aminek jó híre is van. Így lett például a Félix és Meira, most a kanadai film a nyitófilmünk, ami egy nagyon izgalmas kérdést vet fel egy ortodox nőnek a kísérlete arra, hogy maradjon vagy menjen ebből a nagyon zárt, szűk, nagyon behatároló világból. Vannak viszont hollywoodi produkciók is, mégpedig olyan világsztárokkal, akiket a magyar nézők is ismerhetnek. Ehhez képest lehet, hogy inkább az a meglepő, hogy önöktől függetlenül, hogy ezek nem jutottak el eddig a magyar mozikban. Ez nagyon jó kérdés. Lehet, hogy nem voltak annyira érdekesek, vagy annyira szűk réteget érintenek. Én nem tudom, én is csodálkozom rajta, hiszen Robin Williams egyik utolsó, talán ha nem az utolsó filmjét is vetítjük, a Brooklyn legmérgesebb emberét. Úgyhogy igen, vannak kifejezetten olyan produkciók, amik furcsa, hogy nem jönnek be egyébként Magyarországra. Az is lehet, hogy bejönnek, csak majd utánunk. És hogyha valaki azt gondolja, hogy lehet, hogy most vagy soha, akkor hány vetítés áll ilyenkor rendelkezésre? Mennyire gyorsan fogynak el a jegyek? Nagyon gyorsan fogynak egyébként a jegyek, aminek nagyon örülünk. Nagyon sokan már visszajárók a fesztiválra, és előre online lefoglalják, vagy most folyamatosan, amióta ott vagyunk, jönnek és veszik a jegyeket. Mert talán pont azért, mert tényleg nem lehet ezeket a filmeket másképp megnézni. Egyébként nagyon jó fesztivál hangulat alakult ki már tavaly is a moziban. Hát egy csomó olyan ember eljön, aki aztán hozza a barátait, ismerőseit, és még ott is összetalálkozik barátokkal, ismerősökkel, dumál ott a foyerben, a művészmoziban. És az ismerősökön és a filmeken kívül mivel találkoznak a látogatók még? Mert ugye nagyon sok az úgynevezett kísérőprogram. Igen, minden napon van kísérőprogram, kulturális programok, filmhez kapcsolódóan, lesznek séták a hosszú lépéssel, hollywoodi séta, meg rejtett zsinagógák séta, és lesznek beszélgetések. Lesz például egy beszélgetés Zsidó sorsok filmeken címmel, ami egy könyvet kísér tulajdonképpen, ami már megjelent, és most újra megjelenik. Lesz beszélgetés Zsidós kaják, kaják zsidók címmel, ami kifejezetten egy ilyen gasztró, mert hogy az egyik filmünk az pont egy ilyen szendvicsesről szól, ami nagyon ismert Amerikában ez a fogalom, ez a deli, ahol pasztrámi szendvicseket lehet kapni, és ez egy olyan beszélgetés lesz, ahol kóstolni is lehet majd. És mit jelent az, hogy hollywoodi séta Budapesten? Hát a zsidók Hollywoodban, ugye az egy olyan koncepció, amit azt hiszem mindenki ismer, és ez a séta, ez megmutatja azt, hogy híres hollywoodi sztárok miért szeretik Budapestet helyszínnek. Woody Allen imádta az Operaházat például, és ez a séta, ez erről szól, megmutat olyan helyeket, amik valamiért kapcsolódnak Hollywoodhoz Budapesten. Akkor az alapvetőleg egy belvárosi séta? Ez a, hát igen, leginkább, igen, operaház, parlament, ilyesmi, azt gondolom.
És hogyha valaki szeretné ezt a zsidó gasztrokultúrát egy kicsit megtapasztalni, akkor mennyire lehet ezt enni is az egy kóstolón kívül, mint csak hallani róla? Benne van ez már a programban? Nem, ez még nincs, de azt gondolom, hogy olyan helyen vagyunk, ahonnan nagyon közel elérni tényleg a zsidó gasztronómia különböző helyeihez, a humuszbárhoz és a kóser éttermekhez, pizzériához. Viszont mivel negyedik alkalommal van ez a fesztivál, és minden évben színesebb a kínálat és bővebb a program, akkor gondolom távlati tervek már vannak, hogy a további években. Mi nagyon szeretnénk nőni, akár úgy, hogy hosszabb legyen a fesztivál, mert hogy tényleg az a tapasztalat, hogy egyre többen szeretik, és egyre többen keresik, és kezdenek megtelni a mozitermek már most, úgyhogy remélhetőleg. Tehát akkor mondjuk el még egyszer, hogy idémettől meddig és hol? 19-től 22-ig, tehát csütörtöktől vasárnapig a Művész moziban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Most pedig Andrisé és Egoné a szó.